Sziasztok! Nem az edzőteremből jövök és elfelejtettem átöltözni, pont ellenkezőleg. A mai videóban szeretném megmutatni nektek egy klasszikus hotelszoba workoutomat. Ugye nagyon sokszor kérdeztétek tőlem, hogy tudnék-e megosztani pontos részleteket arról, milyen, amikor edzek, miket szoktam csinálni. Gondolom nagyon sokan tudjátok, hogy imádok futni. A sok utazás mellett egyébként a legegyszerűbb edzésforma a futás. Szinte bármelyik városban el lehet menni, hosszabb, rövidebb távokat kijelölve, akár reggel, napközben, este. Tök egyszerű. Viszont vannak olyan napok, amikor az én testem sem a kardiót kívánja, és van olyan helyzet is, amikor a hotelomban egyáltalán nincsen edzőterem, ilyenkor egy kicsit kreatívabbnak kell lennem, és akár az már edzőmmel korábban elvégzett tervet, leszorítva egy 20-25 perces formába elvégezni. Úgyhogy egyébként buzdítanék mindenkit, hogy most azonnal öltözzetek át, és kezdjétek el velem az edzést, mert megígérem, hogy nem csak egy ilyen lötyögős, átmozgatós torna lesz, hanem meg fogunk izzadni, viszont nem lesz annyira nehéz, hogy ne tudjátok végigcsinálni. Tartsatok velem! Elmondanám, amit nagyon nagy hibának látok sok embernél, hogy edzés előtt nyújtással indítanak. Ami nagyon rossz az izmoknak, mert ugye meghúzódhatnak. Nyújtani csak akkor szabad, ha már bemelegedtetek. Úgyhogy én nyújtás helyett inkább ilyen átmozgató gyakorlatokat szoktam végezni, ami segíti a mobilitást. Álljunk a matracunk végéhez. Nagy levegő. Előrehajlás. Próbáljunk meg nyújtott lábbal annyira lemenni a föld közelébe, amennyire csak tudunk. Ha nem megy, akkor hajlítsuk be a térdünket, és sétáljunk ki a kezünkkel plank pózba. Figyeljünk arra, hogy ne legyen sem magasan a fenekünk, és ne is essen be. Ne legyünk túlságosan előre se dőlve, és hátra se. Tehát pont úgy csináljuk, ahogy a legkényelmetlenebb, ott, ahol fáj. Térdünket húzzuk fel az ellentétes könyökünkhöz, majd tegyük le. Ugyanezt a lábat most ugyanahoz a könyékhez húzzuk be, majd tegyük le. Most a másik térdünkkel az ellentétes könyék, aztán le, jobb láb, jobb könyék, le, és jöhet egy nyújtás. Vissza plank pózba, és sétáljunk vissza a kezünkkel a lábunkhoz. Maradjon annyira nyújtva a térdünk és a lábunk, amennyire csak tudjuk. Álljunk föl, nagy levegő, és mint aki fejest ugrik, újra. Ebből 5-öt fogunk megcsinálni. Ne felejtsünk közben levegőt venni, én mindig elfelejtek, mert nem szeretek hangosan szuszogni, de egyáltalán nem ciki. Ez lesz az utolsó. Nagy levegő. Kifújás. Jó, nekem már most elmozdult a matracom. A következő átmozgató gyakorlathoz le kell mennünk térdünkre és kezünkre. Ugye itt is arra kell figyelni, hogy a kezünk éppen a vállunk alatt legyen, és mindenhol a testünk szinte 90 fokos szöget zárjon be, tehát nem túl közel, nem esünk hátra, de gondolom ezt tudjátok. Itt pedig
csípőből lábkörzéseket fogunk végezni, hajlított lábbal, azaz kiteszem oldalra a lábamat, és előre körzök 10-et. Próbáljunk meg arra figyelni, hogy törzsünkkel tartsuk magunkat, és ne himbálózzunk jobbra-balra, miközben körzünk. És már el is feszítettem a számolást, úgyhogy mondjuk, hogy ez meg volt 10, és most hátrafele. Mielőtt ezzel az oldallal végeznénk, 10 nyitogatást fogunk csinálni. Nyolc, kilenc és 10. Egyébként ez nagyon trükkös, mindig azt mondom, hogy ezek az edzők trükkjei, mert ugye ez még nem olyan gyakorlat, amiben meg kéne izzadni, de ezek is már elég nehezek. És akkor a másik oldal. Előre 10, 9, 8, 7. Törzsből tartunk. 5, 4, 3, 2, 1. Visszafele is megcsináljuk, és olyan magasra körzünk, amennyire csak tudunk, anélkül, hogy egyébként a fenekünk, meg a vállaink mozognának. Hat, hét, nyolc, kilenc, 10. Utolsó nyitogatás. 10, 9. Három, kettő és egy. Szupi! Én már most izzadok. Felpattanunk a tappancsainkra. Akkor elmondanám, hogy az edzésterv, amit az edzőm segítségével állítottunk össze. Egyébként marha jól néz ki az edzőm, és mindig azt mondom, hogy ne fizess olyan személyedzőért, aki nem úgy néz ki, mint ahogyan te szeretnél kinézni. Tehát én nem vagyok a híve annak, hogy bemenjünk az edzőterembe, és a edzőbácsinak pocia van, és ő majd ott áll fölöttünk, és csak üvöltözik, hogy akkor még 10-et ebből, meg abból. Az én edzőmnek olyan alakja van, amiért én álmodni sem mernék magamnak. Az ő neve pedig Ősz, azaz Autumn, és az Instagramon egyébként megtaláljátok, Autumn's Holly, de majd a végén úgy is kiírjuk. Szóval vele állítottam össze ezt az edzéstervet számotokra, ami egyébként a lábra, a comb hátsó részére, a fenékre fog koncentrálni főleg. Lesz egy olyan része, ami a hasizomra és a törzsre fog koncentrálni, és ezt megbontottuk kicsi kardióval. A telefonommal fogom mérni az első kardiókörnek az idejét, ami már kiskorotokból is szerintem ismerős, ez az úgynevezett jumping jacks, terpeszugrás. Azt gondolná az ember, hogy egyáltalán nem is olyan nehéz, de kezdjük egy perccel. Én van, amikor 2-3 percig is csinálom, de most a videó kedvéért, és a kezdők, és a gyengébbek, csak viccelek. Én se szeretnék ma nagyon sokat edzeni, úgyhogy legyen egy perc. Indul! Nem sose lesz vége ennek az egy percnek. A következő gyakorlatunk lesz a csípőemelgetés.
A csípő emelgetéshez ugye lefekszünk először a hátunkra. Lábainkat körülbelül olyan távolságra helyezzük magunktól, hogy a karunkkal éppen hozzáérjünk a sarkunkhoz, vagy éppen hogy nem. Egyébként csípő távolságba helyezzük a két lábunkat, tehát nem túl széles a terpesz, és nem is kell, hogy összeérjen. Pont a két középső ujjunkkal éppen hogy elérjük a sarkunkat. Fontos, hogy karunkat, vállunkat, hátunkat nyomjuk le a padlóhoz, és szinte abból és fenekünkből nyomjuk ki magunkat magasra. Azoknak a kedvéért, akik szeretnének nehezíteni, ők föltehetik a karjukat a levegőbe, így sokkal nehezebb lesz egyensúlyozni. Én például a karomat mozgatni szoktam a mozgásommal együtt, úgyhogy a karomat a padlóról indítom a fejem fölül, és kifújással, a levegő kifújásával föltölöm a csípőmet a levegőbe. Lassan fogjuk csinálni, nem sietjük el. Ebből a gyakorlatból 15-öt fogunk csinálni, a csípőnket pedig nem tesszük le teljesen a földre, hanem éppen, hogy engedjük a fenekünknek, hogy a padlóhoz hozzáérjen. 3. Amikor fönt vagyunk, a hasunkat nem toljuk ki. 5. 6. 7. A 15-nél pedig fönt maradunk, és most kicsiket pulzálunk fölfele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na még 10-et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, most figyelj, 10, tartsd! Felemeljük egyik lábunkat a levegőbe. És most 10-szer leengedjük. 1, 2, majd vissza föl. 3, 4, vigyázz arra a csípőre, amennyire csak lehet fölfele emeld. Tudom, hogy nagyon nehéz, nekem is ég. 7, 8, 9, 10. Engedd le a lábadat, de nem a csípődet. Lábat váltunk. Most a másik lábat emeljük a levegőbe, és leengedjük a lábunk mellé, föl a levegőbe. Le, föl, le, föl. 4, 5, 6, mindjárt vége. 7, 8, 9, 10. Engedjük le lábunkat, és csípőnket is leengedjük, de csigolyáról csigolyára gördülünk le a földre. Hú, ezután húzzátok magatokhoz a térdeiteket, és egy kicsit öleljétek meg magatokat. Jobbra-balra dőlöngéljetek, ez megmasszírozza a gerinceteket is, és egy kicsit az égő izmokat is elengedi. Hú, jó. Ha ez megvolt, felállunk. A következő gyakorlathoz ismét lemaradunk a padlón, oldalfekvésbe helyezzük magunkat. Kinek ahogy kényelmes, feküdhettek a karotokon is kinyújtva, vagy könyökölhettek. Én könyökölni szeretek. Pilateszesek imádják, biztos csinálják sokat. Húzzátok magatok elé viszont a térdeteket. Tehát majdnem, hogy 90 fokba magatok elé engeditek a két térdeteket, és mint egy kagylót, kagylónyitogatásokat fogunk csinálni a levegőben, és hátrarugásokat. Felemeljük mind a két sarkunkat a levegőbe,
És fontos, hogy a nyitogatásnál a sarkaink mindig egymáshoz nyomódjanak. Megmutatom a gyakorlatot, a teljes gyakorlatot, hogy fog kinézni. Nyitás, rúgás, behúzás, zárás. Nyitás, rúgás, remélem ti is csináljátok, behúzás, zárás. Ebből minimum 15-öt csinálunk. Rúgás, behúzás, zárás. 4, 4, 5. A rúgásnál arra figyeltek, hogy nem csak úgy kirúgok a levegőbe, nem magam elé rúgok meg magam háta mögé, hanem szinte a sarkammal próbálok eltolni valamit magamtól. Behúzás, zárás. 7, 7, 8, 9, 9, 10, nektek is ég? 11, 12. Akinek nagyon jól megy, az esetleg felemelheti az alsó karját. Sokkal nehezebb egyensúlyozni, sokkal nehezebb törzsből tartani. Jaj! Ez volt a 14. vagy a 15. Na, még egy ráadást. Jó, így biztos meg volt a 15. És akkor most jöhet a másik oldal. Akinek itt egy picit begörcsölt, megütögetheti ezt az külső comb és farizmait. Ez segíteni fog az ellazulásban. Akinek meg se kottyant, az pedig kezdheti a másik oldalt. Ugyanígy 15-öt. Lefekszünk, ha a másik oldalon is könyököltél, ezen az oldalon is könyökölj. Felhúzod magadhoz a térdeidet, sarkakat a levegőbe, kagylónyitás, rugás, vagyis inkább tolás, behúzás, zárás, nyitás, tolás, behúzás, zárás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, nem baj, hogyha remegtek, 14, ha pedig csak én remegek, 15, akkor azt jelenti, hogy mindenki fittebb nálam, és akkor egy kis ütögetés, nem semmi. Jó. A következő gyakorlat pedig oldalsó kitörések lesznek, illetve oldalsó guggolások. Guggolásoknál és kitöréseknél én nagyon szoktam odafigyelni, nagyon oda szoktam figyelni, mivel atletikusabb testalkatom van, és a combjaim nekem így is elég erősek, így mindig próbálok gyakorlatokat úgy végezni, hogy a combom hátsó részére, illetve a fenekemre koncentráljak. Tehát nagyon odafigyelek arra, hogy például amikor guggolok, a térdeim sose essenek ki előre, mindig próbálok a bokám felett maradni, és ezt úgy is el tudom érni egy kicsi csalással, de igazából ez még inkább a fenékre viszi a gyakorlatot, hogy jobban előre hajolok. Szóval olyan, én úgy végzem a guggolást, mintha valamit föl szeretnék kapni a földről, nem pedig úgy, mint aki konkrétan guggolni szeretne lemenni. Nekem ez segít. És az oldalsó kitörést vagy guggolást is így fogjuk végezni. Szeretném, hogyha legalább meg lenne 10 és 10 minden oldalra, váltogatva fogjuk csinálni. Jobbra kezdem először. Ez pedig így néz ki. Álló tartásból kilépek oldalra, és csinálok egy oldalsó guggolást. Majd visszalépek, és a másik oldalra
egy másik oldalsó guggolás. És váltogatok. És igen, elég mélyen előre hajolok, mert szeretném a fenekemben érezni, és nem a combomban. És meg is volnánk. Hú! Kifáradtak a fenékcsontjaim, vagy a fenékizmaim. Hú! Most pedig, mielőtt elkezdenénk a has és törzs gyakorlatokat, jön a kardió, amit megint egy percig fogunk csinálni, úgyhogy beállítom a telefonomat, közben elmagyarázom, hogy nem is tudom magyarul ezt, ugráló guggolásnak nevezhetnénk, de nem a szószoros értelmében. Én úgy szeretem csinálni, egy kicsit kisebb intenzitással, terpezbe szoktam kiugrani, ott szoktam guggolni, és csak simán összezárom a lábaimat egy másik ugrással. Tehát nem ez a tipikus ugráló guggolás, hanem egy kicsit terpez, guggolás, összezár. Terpez, guggolás, összezár. Ezt fogjuk csinálni egy percen keresztül, és a lényeg nem az, hogy nem kell beleszakadni, nem kell gyorsan csinálni, nem kell a csillagos egekbe ugrálni, a lényeg az, hogy egy percen keresztül tudjuk úgy csinálni, hogy nem hagyjuk abba. Indul az óra. Nem indult? Nem indult. Most! Ne feledjetek el nagy levegőket venni. De jó, hogy ennek vége. Bárcsak mondhatnám azt, hogy most könnyebb gyakorlatok jönnek, de nem. Oldalsó plankkel fogjuk folytatni. Oldalsó planknél én azt szoktam mondani, mindegy, hogy a könyöködön vagy a kezeden támaszkodsz. Egyébként bármelyik planknél ezt mondom. Szerintem nincs olyan, amelyik könnyebb, úgyhogy amelyik nektek jól esik, azt fogjuk csinálni. Feküdjetek le az oldalatokra, döntsük el akkor, hogy könyék vagy tenyér. Én nem is tudom. Könyék, tenyér. Én könyéken fogom szerintem csinálni. Az is mindegy számomra, hogy a lábaitokat szeretnétek-e egymás tetejére helyezni. Hogyha nem, akkor az alsó lábatok legyen elől, a hátsó lábatok pedig mögötte. És akkor plank pozícióba innen kitartjuk magunkat. A felső karotok pedig akár lehet a derekatokon is, akár lehet a fejetek mögött, vagy akár csak felnyúlhattok az égbe vele. Az is mindegy. Tehát rengeteg az opció, mindegyik nagyon nehéz lesz. És miután kinyomjuk magunkat, hoppá, ez így rövid lett, csípő, hát hip-dip. Csípő mártogatást fogunk vele csinálni. Méghozzá én egy jobb napomon ezt 20-szor szoktam megcsinálni, de ma jó lesz 15 is. Ami azt jelenti, hogy leengedjük a csípőnk és feltoljuk. És ebből 15-öt. Feltolásnál kivégzés. 5. 6. 7, 8, 9,
Na még 5. 4. 3. 2. És 1. Aki ügyes és át tud fordulni, az forduljon át. Én megfordulok azért, hogy engem lássatok. És jön a másik oldal. A másik oldalon is próbáljuk meg ugyanazt a pozíciót fölvenni, hogy egyenletesen edzük az izmainkat. Szóval könnyék, egymáson a láb, fel a kar, és irány neki 15. Az utcsót, 15, és leengedhetjük magunkat. Valahogy az edző segítségével jobban megy. Mindig nehezebb együtt, egyedül edzeni és egyedül motiválódni. A következő gyakorlat szintén a hasizmok erősítésére van. A hátunkra fogunk feküdni. Itt 3-4-féle módon is feküdhettek. Először feküdjetek le teljesen egyenesen. Lábemelgetéseket fogunk végezni, méghozzá egyesével, váltogatva. Úgyhogy én például tudom, hogy nekem kényelmetlen az, hogyha hátam számára, az alsó hátam számára kényelmetlen az, hogyha nem támasztom ki valamivel, úgyhogy én általában egy ilyen gyémánt alakban behelyezem a kezemet a fenekem alá. Ez nekem segít abban, hogy egy picit előre billenti a csípőmet, a hasamat jobban befeszítve tudom tartani, és a lábemelgetéseket nem könnyíti, a hátamnak könnyíti, nem a hasamnak. Aki úgy gondolja, hogy neki erre nincsen szüksége, tartsa lent a karját maga mellett. Aki úgy gondolja, hogy ez neki semmiség, felemelheti közben a fejét, és a karja lebegjen a levegő felett. A karja lebegjen a levegőben. Aki azt gondolja, hogy még ezt sem érzi, az tegye karját a háta mögé, a feje mögé, kulcsoljátok össze a kezeiteket, és támasszátok ki a fejeteket, de ha ezt csináljátok, nagyon vigyázzatok arra, hogy a könyökötök ne kezdjen el bejönni az arcotok fele, az maradjon nyitva, és a mellkasotokkal próbáljátok kitörni, ne pedig a karotokkal húzzátok előre a fejeteket, mert fájni fog. Úgyhogy én mondhatjuk, hogy a legkönnyebb verzió, de berakom a kezemet a kis popsim alá, mind a két lábamat felemelem a levegőbe. Itt pipába rakom a lábaimat, és egyesével elindítom őket, a jobbat fogom először lefele indítani és visszahúzni, de arra is vigyázzunk, hogy nem ollózzunk a lábunkkal, hanem megvárom, amíg a jobb lábam visszaér teljesen 90 fokos szögbe, és utána engedem csak le a bal lábamat. Ebből is ideális esetben mondjuk egy olyan 20-20-at meg tudunk csinálni. Most csináljunk oldalanként 15-öt. Indítom a jobbal. Charlie közben elaludt. Ugye milyen jó a kutya élet? Négy, ha jól számolok. Nem tudom, halljátok-e, egyébként nekem ropog a csípőm. De nem fáj, ne aggódjatok. Kiskorom óta szokott pattogni, amikor lábemeléseket végzek. Nem tudom, hogy mitől. Hét, nyolc a jobbon, nyolc a balon, kilenc, és próbáljátok meg mindeközben a hasatokat egyre közelebb húzni a földhöz. Mint hogyha valaki belülről egy cérnát kötött volna a köldökötökre,
és azt most próbálná a föld felé húzni. Minél laposabb a has, annál jobb. És nem tudom, hánynál tartunk, úgyhogy legyen 11. 11 a balon. 12. 13. 14. Hoppla! 15. Jó, húzzátok be egy kicsit a térdeteket, ölelgessétek magatokat, ölelgessétek meg magatokat, szeretgessétek meg magatokat. Háj, már totál ki vagyok, és izzadok is, de még mindig van egy pár gyakorlat. A következő, ugye izzadok, remélem ti is. Egyébként ne féljetek izzadni az edzőteremben. Tehát nagyon sok olyan lányt ismerek, aki fél attól, hogy vörös a feje, hogy leizzad, szeret sminkbe elmenni edzeni. Ez legyen egy olyan hely, ahol ez nem ciki. Egyébként minél többet izzad az ember, minél könnyebben megizzad az ember, annál fittebb. Úgyhogy jó odafigyelni arra, hogy aki nem izzad, annak tessék dobban dolgozni. Hegymászó futásnak egy verzióját fogjuk csinálni. Nem időre fogjuk csinálni, hanem számolni fogjuk, és nem gyorsan fogjuk csinálni, hanem lassan. Pont azért, hogy még jobban fájjon, még jobban csípjen, még jobban hasson. És ebből is megcsinálunk oldalanként 15-öt, váltogatni fogjuk a lábunkat, arra fogunk odafigyelni, hogy a plank pozíciónk mindig is tökéletes maradjon. Igazából, ha azt számoljuk, hogy egy lábhúzás egy másodperc, akkor 30 lábhúzás 30 másodperc. 30 percet pedig mindenki kibír egy plank pozícióban. Úgyhogy akkor helyezzük ebbe be magunkat, és arra figyeljünk, hogy húzzuk a térdünket az orrunkhoz, amennyire csak tudjuk. Itt a plank, egyenes a hát, a váll, a fenék és a bokák egy egyenes vonalat húznak. Remélem az enyém igen, mert nem látom. És akkor 15-15. 1. 2. 19-nél tartok már, mint 20, azaz... Na jó, inkább befogom, mert azt se tudom, hogy számolok. 30. Aki szeretne, downward facing dogba, azaz lefele néző kutyába egy kicsit megnyújtózhat. De igazából már csak egy kardió gyakorlatunk van, és utána nyújtunk. A következő kardió gyakorlat pedig két 30 másodperces szekcióból áll, térdemelést és sarokemelést fogunk végezni. Tudom, hogy a sarokemelés egyébként nem egy hú de nehéz gyakorlat, de higgyétek el, hogy ha a térdemeléssel kezdünk és szabályosan végezzük, utána már a sarkunkat se fogjuk úgy tudni felemelni, ahogy szeretnénk. Szóval 30 másodpercre beállítom az órámat, az időzítőmet, és a térdemelésnél nagyon szeretném, hogyha kezeteket behajlítanátok 90 fokos szögben, mind a kettőt, és hogyha legalább idáig fel tudnátok húzni a térdeteket, és egy kicsit meglökni, megrugni a kezeteket. Nagyon figyeljetek arra, hogy a kezetek ne kezdjen el lefele lógni a gyakorlat során, tehát ne az legyen, hogy ó, már fel se kell húzni a térdemet, akkor inkább lassítsatok le, de meglegyen az, tehát meglegyen az, hogy megrugjátok a kezeteket, ami 90 fokban áll.
jó magasra kell, tök jó lesz a hasatoknak. És akkor indítom az órát. Indul! Indul a következő. Mindjárt. Már csak 10 másodperc. És vége. Igen, 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 tudom. Megállhatok terpezben, menjen az egyik kezetek a mellkasotokra, a másik a hasatokra. Orrotokon be a levegő, a szájatokon ki. Aki úgy érzi, hogy neki ennyi elég volt, az most egy kicsit nyújthat velem, illetve van még egy gyakorlat, ami nem egy erősítő gyakorlat, de nagyon ajánlom, hogy akkor is végezzétek el, hogyha nem tartotok edzést. Aki pedig úgy érzi, hogy még van benne erő, az előről kezdheti az egészet. Nektek már nem kell az átmozgató lábkörzős és kisétálós gyakorlatot végigcsinálni, kezdhetitek rögtön a csípő emelgetős gyakorlatnál. Ideálisan ugye egy köredzésnél is úgy van, hogy háromszor megyünk végig a gyakorlatokon, úgyhogy akinek ideje, ereje van, az csinálhatja a végtelenségekig. Én egy edzőteremben ezt háromszor megcsinálom, és utána hullakész vagyok. Már most hullakész vagyok. Úgyhogy az utolsó gyakorlat, amit mondtam, hogy nem egy erősítő gyakorlat, főleg csajoknak ajánlom, főleg azoknak, akiknek a tartásával is probléma van. Egyébként ezt mondom, mindennapokra ajánlom és használom is. Nekem nagyon sokat segít. Van egy kis gerincferdülésem gimis korom óta. Sosem zavart, nem okozott fájdalmat, nem kellett műteni, viszont a tartásomat rontja. Ezért nekem nagyon oda kell arra figyelnem, hogy a mellkasomat mindig nyitva tartsam, mindig hátra húzzam, és ugye ez a gyakorlat segíteni fog abban, hogy mélyebb levegőt, tehát hogy megnyitja a tüdőtöket, ami ugye segíti az oxigénszállítást, és hogyha minden nap csináljátok, automatikusan jobb lesz a tartásotok is. Úgyhogy én ezt azt szoktam csinálni, hogy berakok egy olyan számot, amit nagyon-nagyon szeretek, legyen az 3, 3,5, 4 perces, és igazából az egész egy mellkas nyitogató legyezésből áll. A karom mindig be van hajlítva, nagy levegőket veszek, és elindítom a hátra előre legyezést. Kijebb is nyújthatjátok a karotokat. Felfele is. Nem baj, hogyha előre-hátra mozog a felsők testetek. Csukjátok be a szemeteket, nem fogtok eldőlni, nem fogtok elrepülni. Ha meg ilyen, milyen frankó lenne, hogy még repülni is tudunk. Amikor ezt a gyakorlatot legelsőre elvégeztem, nagyon fájt a karom, azt se tudtam, hogy végig fogom-e tudni csinálni a 3 percet. Másnap izomlázam volt, mikor másodjára végig csináltam ezt a gyakorlatot, sokkal könnyebb volt, harmadjára pedig szinte már kész élvezet. Ha ezt nem csinálom egy nap, hiányzik. Hmm.
egy olyan világban, ahol egyfolytában egy asztalnál könyökölünk, a telefonunkat nézzük, mindig görnyedünk, papírokat írogatunk, nagyon fontos emlékeztetni magunkat arra, hogy egyébként a gerincünk egyenes. Toljuk be magunk alá azt a széket, amikor az asztalnál ülünk, egy kocsiban se kell előre görnyedni. Ez a gyakorlat nagyon fog segíteni ebben. Anyukám mindig azt mondta amúgy is, szép kislány, nem görnyed. Szép kislány, előre néz. A tenyeretek nézzen az ég felé. Minél nagyobbat, minél gyorsabban, minél jobbakat tudtok legyezgetni, annál jobban masszírozzátok a mellkasotokat, a hátatokat, annál jobban lazítjátok az izmaitokat, és mindemellett húzzátok és edzitek is őket. Ha vége van a csodálatos dalnak, amit hallgattatok, mert remélem beraktatok valami szupi számot, most van itt az ideje a nyújtásnak. Most már bemelegedtetek, az izmotok is bemelegedett, kevesebb az esélye annak, hogy meghúztok valamit, és egyébként nagyon segít a regenerálódásban, kevésbé lesz izomlázatok, futás után is. És aki még szeretne és van otthon ilyen foam roller, azt nyugodtan csinálhatjátok bármikor. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy élveztétek. Remélem, hogy megizzadtatok, legalább egy icirit-picirit. Hogyha bármikor szeretnétek még edzéssel kapcsolatos kérdéseket föltenni, nagyon-nagyon szívesen válaszolok, hiszen ez csak egy mini sorozat volt a 100 és 1000 gyakorlatból, amit lehet végezni, és nagyon szívesen csinálnék nektek még edzős videót, úgyhogy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és legközelebb is találkozunk. Ja, igen, aki pedig szeretné, az kezdje most előről. Sziasztok!